Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, mert ez már megelőlegezi azt, hogy szeretitek a természetet, velem együtt egyébként. Én Harti Péter vagyok, a polgármester, és abból az alkalomból gondoltuk Nagy István képviselőtársammal együtt, hogy ma mindenképpen egy filmet le kell vetítenünk nektek, mert egy jeles nap van ma. Ki tudja, hogy milyen nap? Víznapja. Vízvilágnapja, pontosan. És azt is tudjátok, hogy mióta van vízvilágnapja? 1900. Igen, 1900, eddig nagyon jó. 1994. Majdnem eltaláltad, 1992 óta, tehát 30 éve. Az ENSZ, nem tudom, hogy belemenjünk-e, hogy az ENSZ az micsoda, tudjátok, vagy nem tudjátok. Na mindegy, tehát egy világszervezet döntött úgy, amelyik egyébként a világnapjairól szokott dönteni, hogy akkor legyen a víznapja. Na de miért? Miért fontos a víz? Azért, mert anélkül nem tudnak megélni az emberiség. Így van, az az életnek az egyik legfontosabb alapja. Hadd mondjak el nektek egy történetet, mert ugye gondolom, hogy valamennyi olyan épületben, házban laktok, ahol ha kinyitjátok a csapot, akkor folyik belőle a víz, meleg víz, nem tudom, a tanítónénikre nézek, hogy jól gondolom-e, de azt hiszem, hogy valamennyien ilyen szerencsések vagytok. Én is ilyen szerencsés vagyok, hál' Istennek, illetve voltam is gyerekkorom óta, és ezért nem is nagyon becsültem a vizet. Mert hát, hogy kinyitom a csapot, jön, iszom belőle, mostok, fürdök, akármi. Egészen addig, ameddig aztán 18 éves koromban behívtak katonának, sorkatonának, hát akkor a fiúkat még ilyen dolgokkal gyötörték, és elmentünk gyakorlatra valahova a Bakonyba. És egész nap lótottunk, futottunk, fáradtunk, koszosak voltunk, és este bementünk a táborba, és nem volt víz. Ugye? Persze, hogy nem volt víz, mert ugye nem vezetékes ivóvíz van a hegyekben, de azért lajtkocsi volt, de nem érkezett meg. És ekkor kezdtem el becsülni igazán a vizet. Nem is annyira természetes, hogy folyik a csapunkból, de hál' Istennek nekünk ez megadatik, és ezért nagyon meg is kell becsülnünk. Úgyhogy elhangzott ugye éppen tőled, hogy a víz az életnek az alapja. Hát most mondhatok, vagy kérdezhettek tőletek olyan adatokat, talán tudjátok, tanultatok már róla, hogy mondjuk a Föld felszínének hány százalékát borítja a víz. Ó, hát ez egy nagyon okos társaság, mondjuk te még nem szóltál. 71 százalék, abszolút pontosan így van. És ez édesvíz vagy sósvíz? Mind a kettő, így van. És milyen az aránya az édesvíz meg a sósvíz között? Az arány az édesvíz 20%. Hát itt mondjuk nem, ennél sokkal kevesebb, olyan 2-3% mindössze a föld víz tartalékainak, vízkészletének az édesvíz, illetve a sósvíz aránya. És nagyon érdekes, hogy ennek az édesvíznek a döntő része is hol található? Gletszerekben, nagyon jól mondod, és még inkább, tehát fagyott formában, nagyon jó helyen kapiskálsz. A Földnek a északi meg a déli részét, azt hogy hívják? Sar. Sar, igen, ahol ugye nagyon hideg van, tehát a víz megfagy, mert ugye tudjátok, hogy a 0 fok alatt megfagy. Tehát a döntő része fagyott formában van, és csak az is egy töredéke van ugye a tavakban, a folyókban, és tehát ennek a töredéknek is a töredéke, mert az édesvíz készlet, a folyó édesvíz készleteknek a döntő része hol található? Nem teljesen. Igen, valaki mondta, hogy a Földben. A 90%-a egyébként, bevallom nektek, ezt én is ma tudtam meg, sejtettem, de azért ma hallgattam a rádióban, a 90% a Föld felszíne alatt van. Vagyis alattunk is van. Ha derapatakban van valamennyi víz, 10-szer annyi van alatta. Ha Dunában valamennyi víz, 10-szer annyi alatta. A Balatont, meg a nagy tavakat is említhetem, tehát a döntő részét nem is látjuk. De amikor a kutat fúrunk, akkor ott a víz.
És akkor mehetnénk még tovább a források, vagy a talajvészhez, stb. Stb. De nem szaporítom tovább a szót, mert ugye azért jöttetek, hogy egy nagyon izgalmas és jó filmet megnézzetek ma. Megkérem Istvánt, hogy mondja el, hogy ez a film, ennek mi a címe. Van Magyarország sorozatból, ez a Vizek Birodalma lesz a ma felvetítendő film, ami hát nem csak a vizekről szól, hanem egy teljes ökoszisztémát, egy teljes ilyen életegységet, élettéregységet fog bemutatni, ami Magyarországon található. Hát fogadjátok szeretettel, Török Zoltán filmje, ez 2011-ben készítették, tele van szenzációs, látványos elemekkel, remélem, hogy mindenki szereti az állatokat, a természetfilmeket, gondolom, hogy azért is jöttetek el.